Mindenek előtt szeretném köszönteni a zsűri elnökét, dr. Kovács Árpádot, a Költségvetési Tanács elnökét. Köszönjük a Verseny Bizottságnak örökös elnökeztünk hozzá. Ezután köszöntöm nagy tisztelettel Vesztesek Botondot, a pénzügyminisztérium adószabályozásért és a számítani felelős helyettes sikerülne együtt valóban összegyűjteni az alapba, de ez nem a játék része. Tehát a cél minél magasabb hozamot érni az alap a következő 10 évben. Ez a csapatnak 3 perces prezentáció a lehetősége, és egy körgiagramon ábrázoltatták, hogy milyen módon óhatják ezt a bizonyos alapot felépíteni. Valamennyi zsűritagunk önállóan fog pontozni 0-tól 5-ig, tehát összesen 25 pontra szerezhető. Először minden csapat elmondja a magáét, zsűrinek az a monitorán majd rendelkezésre, hogy lássa a bemutató körgiagramokat. Itt felül pedig a valamennyi kedves vendégünk látja majd, és hozzáteszem, hogy Szőcs Gáborról a Hold alapkezelő portfólió menedzsere vendégünk, ő árgus fülekkel, ez képzavar, de fogja hallgatni és nézni a beszámolókat, utána is a zsűrit segítendő szakértői véleményt is mond majd. A zsűri persze utána szabadon dönthet, de bizonyára segíti egy etéren dolgozó gyakorlati szakembernek a véleménye. Sorba megyünk majd a csapatoknál, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös asztal. Köszöntöm közben Toldi Balázst, a Budapest Leasing vezérigazgatóját. Már az elődöntőből ismert zsűri tagunk, köszönjük, hogy most is itt van velünk. Tehát sorban megyünk a csapatoknál, azt megígérem, hogy minden ilyen megszólalós feladatnál lépünk egyet, tehát minden csapat lesz valamelyik feladatban kezdő. Még zsűrinek és kedves vendégeknek is mondom, hagyományunk az híven, valamennyi játéktípusunk nyilvános volt, a leírásait a csapatok megismerhették, ami nem volt tudható, az a konkrétum, hogy valóban milyen kérdés, milyen feladat jelentkezik majd abban az illető fordulóban, és a két házifatunk közül az egyiket megoldjuk, itt tudható volt előre ez a bizonyos portfólió bemutató. Én kérem szépen akkor az egyes csapatot, helyezkedjetek úgy, hogy a kamera is lásson benneteket, zsűri is, egy picit még ha lehet előbbre. Igen, és akkor majd kérem, hogy ezt a mikrofont adjátok egymásnak, ki kezd? Parancsolj! Akkor mi a kockázatos értékpapírok közül legfőképpen technológiai részvényekbe szerettünk volna befektetni, mivel úgy gondoljuk, hogy a technológia fejlődése meghatározó lesz az elkövetkezendő 10 évben. A befektetés 12%-át Tesla részvénybe tennénk. Sokan szkeptikusok a Teslával kapcsolatban, azonban mi hiszünk a cégben. Továbbá a klímaváltozás elleni harcban is meghatározó szerepe van, és lesz is, ha a megújuló energiaforrásokat hasznosító járműveknek. Erre nyújtja meg megoldást Tesla az elektromos autóival. Az emberek egyre inkább bíznak az Elon Musk által létrehozott fantasztikus technológiában, továbbá egyre nagyobb a kereslet az elektromos és önvezető autók iránt. A befektetés 8%-át Amazon részvénybe fektetnénk. Azért találjuk nagyszerű választásnak ezt a céget, mivel az online kereskedelem exponenciális növekedés mutat, és erre egy nagyon jó reprezentáció ez a cég. Továbbá a ROE, azaz a Return on Equity mutatója is igazán kedvező, ami azt jelenti, hogy megéri a befektetőknek ezt a céget választani hosszú távra. Az összeg 6%-át Google részvényekbe investálnánk. Ez egy nagyon stabil vállalat, mely szinte minden ember életében jelen van, viszont bármikor képes a megújulásra. A Google megítélése pozitív a befektetők körében, továbbá a Return on Equity mutatójuk is rendkívül kedvező, ezért ez egy kiváló választás a hosszú távú befektetőknek.
A befektetés 14%-át a Standard & Poor's 500 részvényindexet követő ETF-be fektetnénk, mivel a kezelési költsége nagyon alacsony, 0,7%, emellett a kockázat is alacsonyabb, mint a direkt részvények esetében, mivel itt nem egy cégbe fektetünk be, hanem egyszerre több különálló vállalatba, így a kockázat eloszlik ezen vállalatok között. Emellett a befektetés 20%-át prémium euró magyar államkötvénybe investálnánk. Ennek legfőbb előnye, hogy euró eszközbe tudjuk fektetni a pénzünket, így kevésbé vagyunk kitéve a forint árfolyam változásainak. Az összeg 40%-át magyar állampapír pluszba fektetnénk, mivel nagyon biztonságos, egy cég egyik napra a másikra csődbe mehet, azonban az államcsőd hónapokkal, évekkel előre látható. Továbbá nagy hozamú, a bankbetétnél nagyobb hozamú, elérheti 6%-ot is, amely még európai viszonylatban is kimagasló érték. Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönöm szépen! Az igazi crash cash csapat salgótárján következik. Lesztek szersek ugyanígy egy kicsit előbbre fáradni. Portfóliónk összeállításakor a kedvező hozamok mellett természetesen arra törekedtünk, hogy mikor 10 év múlva készhez kapjuk a pénzünket, azt még sokáig élvezhessük egy fenntartható, zöld és egyben élhető világban is. Ezek alapján eszközosztályaink válogatásakor a kedvező hozamok mellett nagy hangsúlyt fektettünk a környezetvédelmi szempontokra is. Így elsőre a részvények magas aránya talán kockázatosnak tűnhet, azonban nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy ez egy 10 éves időtartamra szól, amely időtartam alatt a kockázat porlasztódni fog. Ezek mellett csomagunkat kizárólag tapasztalt ügyfelénk részére ajánljuk, ezt törvény alapján másnak nem is értékesíthetnénk. A fentiek alapján portfóliónk a következőképp néz ki. Ezeket a szempontokat figyelembe véve az 5 milliárd forint 60%-át részvényekbe fektettük, amiket felosztottunk technológiai, autóipari és környezetvédelemmel kapcsolatos részvényekre. Legnagyobb arányban a technológiai részvényekben gondolkodtunk a maga 35%-ával, amit felosztottunk 20% Netflix és 15% Apple részvényekre. Azért gondoltuk a Netflix arányát a legmagasabbra, mivel tagadhatatlan, hogy a streaming szolgáltatások egyre jobban kezdik átvenni a hatalmat. Ezt az is mutatja, hogy a teljes internetes adatforgalom 15%-át teszi ki a Netflix. Kapcsolatban hozható a víziónkkal is, a környezetvédelemmel, mivel nem szükséges hardvereket gyártani, amik nyilván környezetszennyezéssel járnának, ehelyett az adatokat egy szerveren tárolják, és törekvéseik szerint ezt a szervert az óceánok mélyén szeretnék elhelyezni, minimalizálva ezzel a hűtésből adódó ökológiai lábnyomot. A technológiai más részét Apple részvényekbe fektettük, mivel fejlesztései az okos otthonok felé kezdték el venni az irányt, illetve az egészségügyi fejlesztéseik is jelentősek, és hiszünk abban, hogy ezek által a cég részvényei a következő 10 évben nagy hozamot hoznak. A víz birodalmakat épít, vagy dönt meg. Országok folytatnak érte háborút, hiszen a gazdaság egy kulcspontja. Annak minden területén megtalálható, mint természeti erőforrás. Ahogy már említettük, szeretnénk biztosítani unokáinknak nem csak a pénzbeli bőséget, de egy tiszta pohár vizet is. Ezt a vízmű cégek részvényeinek emelkedése is mutatja, amely biztos hasznot jelent. Továbbá a környezetvédelemre is nagy hangsúlyt fektetnek. Ezek közül kiemelkedik a New York Water Company. Mostanság pedig reményekkel figyeljük egy új startup cég feltörekvését, amely a hulladékból tiszták petrokemikáliákat állít elő hajók, repülők és autók számára. Itt egyesül a hatalmas profit és a víztisztítás, mint feladat a környezetünkért. Ha már az energiánál tartunk, hallottunk-e már olyan autógyártó cégről, amely környezettudatosabbá tesz, és eközben még spórolunk is? Ez a Tesla. Újító technológiát alkalmazva, akkumulátorai sokkal nagyobb hatékonysággal működnek, mint kortársai. Ezentúl nem kell ragaszkodnunk a költséges töltőállomásokhoz, hiszen a speciális napelemek és tárolók segítségével tiszta energiát nyerhetünk. Az is meggyőző, hogy a túlzsúfolt ügyletek és skandálok ellenére a részvényei aligha estek. Továbbá a hosszú távú befektetők száma is drasztikusan növekszik, bizalmuk pedig töretlen. Az autóipar és a saját környezetbaráttá váló űrtechnológiájuk ötvözése új kapukat nyitna meg. A társaim gondolatait folytatva egy olyan tőzsdeindexet választottunk a portfóliunk részeként, amely az 500 vezető nagyvállalat részvényeit tartalmazza,
ez nem más, mint az S&P 500 Index. Ez a legnagyobb forgalmú és ezáltal a legjobban kereskedhető tőzsdeindex, amely az amerikai gazdaság változásait leginkább reprezentálja, ezáltal a világ tőzsdének mozgását is döntően ennek az indexnek az alakulása folyásolja be. Ahogy megfigyelhették, fontos szerepet tölt be számunkra a környezettudatosság és a fenntarthatóság, ezért olyan országok állampapírjait választottuk, ahol ezekre nagy hangsúlyt fektetnek, mint például Norvégiában és Dániában. Ezen államok euróban bocsátják ki a papírjaikat, emelt a gazdaság stabil fejlődése egy biztos, mégis magas kamatot tesz lehetővé. Ha fennmaradó összeget nemes fényben fektetnénk, amelyek hosszú távon stabilitást képeznek, és biztos, hogy az ipari felhasználások is növekedést fog mutatni a technológia fejlődésével. Senki sem tudhatja, hogy egy részvényára felfelé, lefelé vagy épp oldalra mozdul el. Hallhattuk a Wall Street Farkasa című filmben, és reméljük, hogy ebben a néhány percben csapatunk elhitetett a zsűrivel, hogy mi is brokerek voltunk. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Következik a Gimliomosok csapata, Székelyudvarhely. Úgy az amerikai, mint az egyes európai, illetve magyarországi tőzsdék is történelmi csúcspontjukon vannak. Viszont úgy gondoljuk, hogy ez az állapot nem sokáig tartható, éppen ezért a következő 10 évre egy kockázat kerülő vagyis alapot szeretnénk létrehozni. A befektetésünk célja, hogy ebben a kockázat kerülő alapban hasonló, illetve többlethozamot hozzon a bankbetétekhez képest. Kvantitatív célunk, hogy ez a többlethozam akár 3-8%-os legyen. A portfólió összetételét tekintve 50%-ban alacsony kockázatú állampapírokat tartalmaz, további 40%-ban alapokat és ETF-eket tartalmaz, illetve a maradék 10%-ot részvények teszik ki. Az 50% állampapírokból 30% külföldi állampapír, itt lengyel és olasz állampapírokra gondoltunk, további 20% magyar állampapír, itt kiemelnénk, hogy a MÁP az nem jöhet szóba, mivel csak természetes személyek vásárolhatják meg. További 10% a portfóliónknak, hogy amerikai érdekeltségű aranybefektetési alapba tennénk. További 10%-ot raknánk ingatlan befektetési alapokba, és mivel az ingatlan árak jelentős esésére számítunk, ezért egy short pozícióra tennénk a 10%-ot, ezen visszaesési eseményt a közeljövőre jósolnánk. ETF-ként az egészségügy és élelmiszeripart választottuk, az egészségügy vállalatok részvényeibe dollárba, amíg az élelmiszeripar részvényeibe euróba fektetnénk. Úgy gondoltuk, hogy mind a két iparág elengedhetetlen a társadalom működéséhez, akár válság esetén is. Egyéb részvényeket tekintve a nagymúltú amerikai telekommunikációs vállalatba, az AT&T-be fektettünk 5%-ot, hiszen ez a tőzsdepiacon jelenleg az egyik legjobb osztalékfizető részvény, illetve a román tőzsdepiacon, amelyet az év szeptemberében feltörekvővé minősített az FTSE Russell, a Transzilvánia Bankba, illetve az OMV Petrom energetikai vállalat részvényeibe fektetnénk 2,5%-ban. A hozamot tekintve minden periódus végén visszafektetnénk, felét állampapírokba, amelyeknek alacsony a kockázatuk, a másik felét pedig olyan innovatív részvényekbe, mint például a marihuana, az e-mobility vagy a biotech. Ezt úgy gondoljuk, hogy a hozamhoz nagyban hozzájárulna. A portfólió gyengeségét tekintve talán azt emelhetjük ki, hogy kevés részvényt tartalmaz, így a sokkal magasabb kockázatú portfóliókhoz képest kevesebb hozamot termel, viszont erőssége, hogy diverzifikált és alacsony kockázatú, ezért válsághelyzetben is megállja helyét, illetve tartalmaz osztalék részvényeket, amelyek mögött valós gazdasági növekedés áll, és nem csupán spekulációk. Összességében a portfóliónk a 10. év végére körülbelül 70%-ban tartalmazna kis kockázatú befektetéseket, átlagban 3-8% pontos többlethozamra számíthatunk, és reméljük, hogy a portfóliónk sikerességének következményeképpen a 10 év után egy további 10 évre megnyerjük a befektetőink bizalmát. Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönöm szépen, Ceglé csapatát is kérem, hogy fáradjatok ide. Jó? Jó, parancsoljunk.
Úgy véljük, hogy a befektetési alap egy igen érdekes időszakban fog elindulni, hiszen az elemzéseink, illetve számos nagybank elemzője szerint a következő időszakban egy visszaesés várható a piacokon, amik látványosan a tetőpontjukon vannak jelenleg. Egy körülbelül 20-30%-os recesszióra számítunk, éppen ezért két időszakra bontottuk a portfóliót, hiszen az 5 milliárd forint a feladat szerint mozgatható. Így néz ki az első időszak megoszlása. Jól látható, hogy a recesszió előtti időszakban inkább kötvényekbe fektetnénk. Itt elsősorban az amerikai állampapírokat, államkötvényeket helyeznénk előtérben, ugyanis rendkívül jó kamattal rendelkeznek, az átlagnál lényegesen magasabbak. És amit még szeretnék itt külön kiemelni, hogy a forint korábbi gyengülése miatt és ettől tartva elsősorban euróban és dollárban fektetnénk be a pénzünket, az 5 milliárd forintot, és a 20% részvény az első időszakban többnyire technológiai részvényt tartalmazna. Majd pedig a várható 20-30%-os visszaesés után a portfólió megoszlása következőképpen néz neki. A pénz 45%-át továbbra is fejlett piaci amerikai részvényekbe fektetnénk, 22,5%-ot európai, szintén fejlett piaci részvényekbe, 7,5%-ot egzotikus feltörekvő piaci részvényekbe, legyen ez akár egy indiai cég, illetve a diverzifikáció miatt továbbra is 25%-ot kötvényekben tartanánk. A három egyedi részvény, amelyet kiválasztottunk, az első az a technológiai szektorból származik, ez a Microsoft lenne. Azért nem egy másik technológiai szektorból származó nagy vállalat, mint például az Amazon, a Google vagy akár az Apple, mert ezek jelentős kockázat konkurenciával rendelkeznek. Azonban a Microsoft a Windows operációs rendszer egyedisége miatt nem talált komoly versenytársat a piacon. A második egyedi részvényünk az a Continental lenne, ami a német tőzsdei jegyzett és gumiabroncs gyártással foglalkozik. Miért? Azért, mert úgy véljük, hogy az autóipar, a gépjárműipar a gazdaság mozgató rugója, azonban a kockázat elkerülése véget nem egyedi autóipari részvényekbe vagy cégekbe fektetnénk, hanem egy gumiabroncs gyártással foglalkozó cégbe. A harmadik ilyen részvényünk pedig a Coca-Cola, ami a nagy piaci kapitalizációja miatt, illetve a nagy múltja miatt egyfajta biztonsági részvény lenne, illetve az elmúlt években a fennállása óta tulajdonképpen nagyon komoly növekedést produkált. Az index pedig, amit követnénk, ez az S&P 500 lenne egy ETF-en keresztül, azért, mert a válság óta 20%-os visszaesés nélkül emelkedő trendben van. Szeretnénk ezt a bullpiacot mi is meglovagolni. Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönöm szépen, és akkor Pécs következik, a ZANK csapata. Szóval a mi feladatunk az volt, hogy egy 5 milliárd forintos befektetési alapot hozzunk létre, hazai magánszemélyeket célozva meg. Ezekre a magánszemélyekre tudni kell, hogy kockázatkerülők és a magyar termékeket részesítik előnyben elsősorban a külföldiekkel szemben, valamint azt, hogy az előregedő magyar társadalom miatt ezeknek az embereknek már az aktív időszakban szükségük van a jövedelem többletre, illetve a többlet jövedelemre. Éppen ezért szeretnének befektetni. A portfóliunkat a tegnapi árfolyamok alapján módosítottuk, illetve figyelembe vettük, hogy a kockázatot minél jobban diverzifikáljuk. A portfólió befektetési alapjának 40%-át államkötvénybe, pontosabban magyar állampapír pluszba fektettük, amely azt jelenti, hogy ez egy fix hozamot garantál a befektetőknek, és ez ami még egy plusz a magyar állampapír plusznál, az az, hogy ez kamatdíj nélkül megjeleníthető. Azonban az embereknek eléggé eltérő hozzáállásuk lehet, mármint így megbélésük lehet a kockázattal kapcsolatban, mivel befejtettem. Egy, menj tovább. Szóval a tőkénk 14%-át magyar részvényekbe fektettük. Azon belül is kiemelném, mint magyar blue chip a Richtert, hiszen az előregedő társadalom miatt a gyógyszeriparnak hatalmas szerepe lesz a közeljövőben, és kiemelném még a budapesti ingatlanfejlesztést, hiszen a reálpiac most azt mutatja, hogy az emberek igenis vesznek ingatlanokat, illetve kiemelném az OTP-t, az a
portfóliónk biztos pontja, hiszen ez a legstabilabb részvény a béten, és válság alatt is megtartotta az árfolyamát a névértéke felett. A felhasználható tőke maradék részét a nemzetközi piacon szerettük volna befektetni. Első ránézésre feltűnhet, hogy a német DAX indexbe elég szignifikáns mennyiségű pénzt fektetnénk. Ezt azzal indokolnám elsősorban, mivel a portfóliónkban elég sok Egyesült Államokbeli részvény található meg, ezáltal, hogyha a nyugati piac stagnálna, vagy egy recesszió lépne fel, akkor ezt mindenképpen kompenzálni tudnánk a német, vagy az európai indexsel. Továbbá szerettünk volna, ugye, mint ahogy már csapattársam is kiemelte, magyar magánszemélyekre gondolni, ezért szerettünk volna minél ismertebb, valamint minél nagyobb potenciál rendelkező cégekbe fektetni. Ezekben gondolok itt olyan cégekre, mint mondjuk az Amazon, vagy a Google, vagy a Facebook, ugye, amik ugyanúgy ismertek, és a jövőben mesterséges intelligenciát fejlesztenek, ami szerintünk a jövőnek egy nagy alapköve lesz. Valamint érdekességképpen még kiemelném, hogy a portfólión 2%-át teszi ki a nemzetközi elismert befektető, nyilván önök is hallottak már róla, Warren Buffettről beszélek, az ő tulajdonába előló befektetési cégről. Ezt azzal indokolnám főként, mivel a cég rendkívül nagy tőkével rendelkezik, rendkívül sok pénzügyi eszköz birtokol, ezért a jövőben is likvid lehet, valamint számos lányvállalattal is rendelkezik, és egy biztos pontja lehet majd a jövőben. És még annyit hozzátennék zárásképpen, hogy rendkívül sok befektető szerint ez az egy részvény határozza meg a nyugati tőzsdét, úgy, ahogy van. Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönöm szépen. Nem tudom, a Hold alapkezelő gondol-e létszámbővítésre. Talán kellemes aspiráló több is van, de hát azért adjuk át a szót a portfólió menedzsernek. Kérem szépen fára, ide Szőcs Gábor úr a zsűri segítségére lesz. Hát nehéz lesz röviden összefoglalni, de próbálkozunk meg kis iránymutatással. Több időm van állítólag, mint egy csapatnak a prezijére. Üdvözlök mindenkit. Tudnék itt választani, így a gyakornoki csapatban. Egy pár szót. Először is Elon Musk fantasztikus marketinget végez, de egyébként nem, biztos nem tudjátok, hogy még kb. 50 másik márka fejleszt elektromos autót, mégis mindenkinek a portfóliójában majdnem belekúszott a Tesla. Eltaláltátok azt egyébként, hogy mi a jövő. Tehát amikor gondolkodtok egy portfólió összeállításon, hogy kinek mehet fel a részvénye, akkor nyilván azon kell gondolkodni, hogy milyen lesz a jövő, akár gazdasági, akár technológiai szempontból. Úgyhogy ilyen szempontból mindenki jó munkát végzett, viszont itt volt két csapat, aki elkezdett azon is gondolkodni, hogy vajon a Tesla mennyit ér ma? Megéri azt ma megvenni? Vagy lehet, hogy később olcsóbb lesz, mert ma már túl sok jót tükröz a zárfolyamat. Tehát az a szép jövőkép, ha be van árazva egy részvénybe, akkor nem biztos, hogy megéri. És lehet vele keresni. Nem biztos, hogy lehet vele keresni, akkor is, ha igazunk lesz. Nagyon tetszett ez a két megoldás itt. Melyikőtök volt a Team Wilson, ugye? Aki felbontotta két időtávra, vagy két időszakra a portfólió kezelést, nem biztos, hogy el kell lőni rögtön elsőre a puskaport. Ez egy folyamatos küzdelem a portfólió menedzsment tevékenysége a piacokkal. Bármikor változtatható a pozícionáltság és a részvények aránya és a saját gondolatunk is a jövőképről. Úgyhogy meg kell hagyni a teret arra, hogy később igenis lehet jól vásárolni, és talán itt a székely udvarhelyi fiúk végeztek legalaposabb munkát ott abban, hogy feltérképezték, hogy hát igen, manapság azért elég sok drága részvény található a tőzsdén, és az amerikai piac az 10 éves bull market után all time high-on van, tehát erre igenis oda kell figyelni. Egy nagyon érdekes aspektus volt a... Igen.
crash-crash, ESG, tehát környezetvédelmi tudatosság a portfóliókezelésben. Ezen mi is sokat gondolkodunk, és minket is találnak meg ilyen jellegű igények. Érhet-e többet, fog-e többet érni egy társaság azért, mert zöld, vagy zöldít a környezeten? Nem egyértelmű, de az biztos, hogy, hogy az ügyfelekkel jól meg kell beszélni azt, hogy ezért hajlandóak-e adott esetben hozamáldozatot vállalni. Mert itt az nem biztos, hogy hozam többlettel is jár. De a világ e felé megy, tehát egy érdekes szempont volt, és jó, hogy kiemeltétek. Tetszett még az, amikor nem csak a diversifikációval nem csak úgy gondolkodtatok, hogy részvénykötvény állampapírja, nagyon-nagyon jó volt, aki berakta az aranyat, az egy nagyon jó kockázatkezelő, és hát a mai világban egyébként, most nem megyek bele miért, de egy jó kilátású eszközosztály. De azok, akik egyébként nem csak három részvényt, hanem sokkal jobban porlasztó a kockázatot, sokkal többféle részvényt raktak bele, több régiót raktak bele a portfólióba, tehát egy jóval nagyobb fokú diverzifikációt valósítottak meg, azok szerintem így közelebb jártak egy ilyen optimális megoldáshoz. És hát bárcsak berakhatnánk a MÁ pluszt a portfóliókba, mert akkor most nem lenne gondban az iparág, de hát ti meg tudjátok magatoknak venni, úgyhogy egyébként nem egy rossz dolog. Mellé lehet venni jó kis kockázatos befektetési alapokat, és akkor az úgy ki van egyenlegezve. Na, ennyit akkor röviden, és akkor további sok sikert mindenkinek. Ha egyébként bárki akar kérdezni tőlem, utána rendelkezésre állok, úgyhogy sziasztok! Köszönöm szépen, és akkor következik a pontozás. A zsűri előtt egy ilyen pontozólap köteg van, amiben 0-tól 5-ig szerepelnek a számok. Megyünk az asztalok sorrendjében, és így kerül majd az eredményjelző táblára is az elért eredmény. Elsőnek tehát a ravasz, az agy és a csavaros eszűek, az egyes asztalunk, akik Békés Csabáról érkeztek. Hogy értékeli a zsűri az ő szereplésüket? Kérném szépen, 4x4 az 16, meg 3, az 19 pontot. Köszönöm, az igazi kreskes következik Salgótarjánból. A kettes asztalunk, ha így könnyebben megkülönböztethető. 4x16, meg 3, 19. Nagy különbség eddig nincsen, de 115 pont szerezhető már az első fél időben, tehát rengeteg minden változhat. Jönnek a székelyudvarhelyek, a gémilliomosok a hármas asztalnál. Azt mondja, 4x4, az 16, meg 5, 21 pontra értékelte a zsűri az őszereplésüket. Következik Cegléd, az ötös asztalunk. Háromszor 4, 12, az 22 pont. Mindig ellenőrizzetek, mert nehogy aztán én számoljak rosszul. És Pécs nem utolsó sorban, az ötös asztalunk. 19. 19 pont. Hát kérem szépen, akkor menjünk tovább a pontgyűjtésben. Olyan játék típus következik, amit már játszottunk, és jó bonyolult, ez pedig, hogy párhuzamos feladatok lesznek. A 2-es, 3-as, 4-es asztalunk játsza a Miért című játékot, amikor egy gazdasági esemény vagy döntés, mikor melyik lesz a feladatban. Ennek a hátterét kéne megvilágítani, mennyire lehetséges. 4 perc felkészülés időben, 2 percben a zsűri ezt is mind meghallgatja, és a végén pontoz. De az 1-es és 5-ös se unatkozzon, addig egy számítási feladatot kaptak majd. Kérem szépen, változatlan a dolog úgy áll, hogy ha sikerül a jó végeredményt produkálni, az 10 pontot ér, ha nem sikerül, csak az utolsó szorzást mondjuk elszúrja valaki, és jó egyébként a menet, akkor ez is 5 pontot ér. Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy érdemes tehát leírni a számítás menetét, hogy a zsűri ellenőrizhesse, ha pedig egész új dolog lesz, akkor mindjárt Nobel-díj várományos is lehet valamelyik csapatból, ha egy új matematikai eljárást sikerülne kidolgozni. Tehát kérem szépen, ez lesz most a párhuzamos feladat. A 2-es, 3-as, 4-es, a 2-es már is megkapja a maga feladatát. 4 percig gondolkodhat, hányas lesz ez? A 2-es, 2-ből a 4-essel kezdenek majd ők. Percet mérünk, és akkor már húzhat a hármas asztal, hogy folyamatosan játszunk a láncszerűen. Igen.
tiszteletem, egy mikrofonnal tudok szolgálni, és a zsűri felé fordulva légykedves, amúgy nem kell sem erre elmenni. A négyes téma, ugye ez csak emlékeztetőül, ugye ebben az IMF delegációja járt nálunk, méghozzá tárgyalta a pénzügyminisztériumban és a több államtitkárral és az MNB alelnökével is. Parancsoljatok! Tehát az 50-es években járunk, és az IMF delegációja Magyarországra látogat, de vajon mi lehet a céljuk? Ezt is leírták, hogy az történt, megállapították, hogy Magyarországon túl sokat termelnek. Ez valószínűleg annak volt betudható, hogy ekkoriban tervgazdálkodás volt előirányozva több évre, és ezt előfordult, hogy nem tudták teljesíteni. Ilyenkor sajnos az adatok hamisításához nyúltak, és talán ennek volt köszönhető az, hogy néha előfordult a több mint 100%-os termelés is. Ez későbbiekben nagy lassulást okozhatott volna a gazdaságban, és hogyha... Bocsánat, kicsit... csak mielőtt teljesen elmész az erdőbe, ezek aktuális események. Ezek aktuális események, tehát a történeti visszatekintéssel azt hiszem tévedésbe lesztek. Azonban úgy gondolom párhuzamot vonhatunk a történelemben, hiszen a történelem sokszor, nem sokszor ismétli magát, de gyakran rímel. Tehát ezt a mérséklődést, ezt mindenképpen azért kellett, hogy behozzák. Ugye arról szól a szövegem, hogy megállapították, hogy... a kapacitása felett teljesít a magyar gazdaság, így a növekedési ütem lassulása várható. Azt gondolom, hogy teljesen egyetértettünk ezzel, illetve a kormánynak fontos, hogy a középtávú költségvetéseket tartani tudja. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Remélem nem zavartalak nagyon benneteket össze. A hármas asztal ugyancsak aktuális eseményről, hogy a hármas számú feladattal, illetve hírrel, eseménnyel birkózik meg. Az Electrolux közleményében jelentkezett, hogy 800 ember munkája után megválik Jászberényben, és bizonyos cikkek gyártását is leépíti. Csak az a hallgatóság is pontosabban tudja. Amint ismertették az esetet, amit kaptunk, megkezdve a magyarázatot, elsősorban azt látjuk, hogy ennek a célja és oka a technológiai fejlődés lehet, mivel folyamatosan fejlődő világban élünk, és a trenddel való folyamatos lépértartás szükséges ahhoz, hogy a piacon olyan pozíciót megtartassák pozíciójukat. Ez, amint említve van, az új internetes ügyintézési rendszer bevezetése is ehhez járul hozzá. Egy másik aspektus, amit említ a szöveg, az a 800 darab alkalmazott elbocsátása. Ennek egyik oka lehet az, hogy költséghatékonyabbá tegye a vállalatot. Ezáltal az alkalmazottak helyett, az emberi munka helyett gépi munkaerőt alkalmazva, mely folyamán nő a termelési hatékonyság, pontosság, illetve óriási összeg spórolódik meg azáltal, hogy nem kell folyamatosan emberi munkaerőt fizetni. Egy további aspektusa az, hogy a közeljövőben gazdasági válságot jósolnak, és ennek lehet egyik előre való felkészülése 2020-as átszervezés. Ezzel, mint már említettem, a költséghatékonyság, és az emberi munkaerő helyettesítése, ez a vállalatot felkészíteni arra, hogy egy esetleges nehezebb, anyagi nehezebb helyzetben is hely tudjon állni, és piacképes termelést tudjon folytatni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Hármas asztalunk a hármas témával, négyes asztalunk az egyes témával fog megbirkózni. Igen, hogy az egyes témánkban csak a vendégnek, a Standard & Poor-nak 2019-ben BBB kategóriában minősítette fel a magyar szuverén kockázatot. Ennek az okairól érdeklődünk, hátteréről. Parancsolj! Úgy vélik, hogy több oka is lehet annak, hogy a magyar szuverén kockázat felfelé minősült. Nagyon sok mindenről esett szó a feladatban, például arról, hogy egyre jobb, egyre több hitelt vesznek fel Magyarországon. Ennek egyik oka lehet például a Csóka családi otthonteremtési kedvezmény, ami egy olyan hitel, amit napjainkban egyre több család vesz fel, akár egy, két vagy három gyermekkel tervez új helyre költözni, házat építeni, vagy akár felújítani. Természetesen egy hitelfelvétel, mint ez is, bár kedvezőnek tűnhet,
kockázattal jár, hiszen a gazdaságot pörgeti, de eladósodottsághoz is vezethet. Szó volt a megtakarításokról, hogy a magánmegtakarítások igen magasak jelenleg az országban. Miben tűnhet ez ki? Például abban, hogy mennyire sokan fektetnek most Magyarországon állampapírokba, államkötvényekbe. Például az adókedvezmények miatt, sőt az adómentesség miatt, a jó kamatok miatt, akár rövid, akár hosszú távon, ez egy nagyon népszerű befektetési forma lett napjainkban. Szó esett az exportpiacról. Nagyon pörög az exportpiac. Ennek oka lehet az, hogy a forint viszonylag gyenge most, és az euró pedig, az euró árfolyam igen magas, ezért megéri a cégeknek exportálni, hogyha euróban érkezik a bevétel, akkor ez itt Magyarországon igen hasznos lehet nekik. Szó esett arról, hogy az autóipar mennyire pörög az országunkban, hazánkban. Egyre több nagy autóipari cég tervez itt gyárat építeni nálunk, ami szintén nagyon kedvező lehet az ország számára. Szó esett azonban arról, hogy a magyar államadósság még mindig igen magas, a GDP igen nagy százalékát minden képezi, ami egy megoldásra váró feladat az állam számára. Azonban egész jó úton haladunk, hiszen a jegybank intézkedései is azt a célt szolgálják, hogy ezen a helyzeten tudjunk változtatni, illetve javítani, és biztos lábra állítani a magyar gazdaságot. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, és akkor megkezdődött időközben a csere, tehát az 1-es, 5-ös asztalunk készül fel a miért kérdés megválaszolására, és számítási feladaton dolgozhat 5 percig a 2-es, 3-as és 4-es asztalunk. Emlékeztessük a zsűrit, hogy mit is sikerült megszerezni. A 2-es témát húztuk, ami az, hogy az Alstom és a Siemens fúzióját megakadályozta az Európai Bizottság. Igen. Rendben. Tehát az Európai Bizottság döntött, és a Siemens, illetve az Alstom nem egyesülhet. Ez a döntés igen előnyös, ugyanis megakadályozta azt, hogy monopolhelyzet alakuljon ki, vagy közel monopolhelyzet alakuljon ki az európai piacon, hiszen a két legnagyobb, alapból is legnagyobb vállalat egyesülése el lehetetleníteni a többi kisebb ilyen jellegű cégeket. Ezáltal, hogy monopolhelyzet jött volna létre, csökkent volna a kínálat, ugyanakkor a kereslet mellett, és a szabad verseny, és a piaci verseny, mint úgy ellehetetlenült volna Európában. Ezáltal sokkal kisebb innováció zajlott volna le ezekben a szakterületekben, illetve nem kínáltak volna esetleg jobban működő versenyképesebb alternatívákat egyéb vállalkozások sem. Ez a döntés ugyanakkor egyfajta precedens teremthet a belső piacra való törekvés során, hiszen megakadályozza azt, hogy a nagyobb vállalatok tulajdonképpen felfalják az apróbb, de esetlegesen fejlettebb technológiával vagy több potenciállal rendelkező új vállalkozásokat is. Ez a döntés nyilván közvetlenül érintette a két nagy céget, ugyanakkor közvetve érintette a többi versenytársukat is, hiszen számukra előnyt biztosított azáltal, hogy lehetővé tette nekik a zökkenőmentes működést, lévén a monopol helyzet megakadályozásával. Köszönöm figyelmet! Köszönöm szépen! És akkor az 1-es asztalunkat is meghallgatjuk, ugye megment a 2-es téma, mi is ez röviden, légy szíves, mondd is el, fogod? Jó. Igen, igen. A Richter gyógyszergyártó cég innovációja, és hogy 25 évvel ezelőtt jelent meg a tőzsdén, és hogy mennyivel növekedett az árfolyama, ez volt a feladatunk. Úgy gondoljuk, hogy a gyógyszergyártás egyre inkább meghatározóvá válik, mivel egyre több gyógymódot fedeznek fel, és ennek lehet az oka, hogy a részvény árfolyama a 44-szeresére tudott emelkedni az elmúlt 25 évben. Emellett úgy gondoljuk, hogy az árfolyama a jövőben is exponenciálisan nőni fog, mivel a jövőben is egyre több gyógymódot és gyógyszert fognak felfedezni.
A Richter innovációja elsődlegesen az európai és magyar embereket érintik, mivel ők a gyógyszerek fogyasztói, és egyre több termék fog elérhetővé válni számukra. Emellett nagyban érinti a tőzsdei szereplőket is, például azokat, akik esetleg Bux Indexet követő ETF-be fektettek, mivel a Bux Indexnek az egyik legnagyobb szereplője a Richter cég Blue Chip részvényként. Emellett azokat is érintheti, akik tőzsdén esetleg direkt Richter részvénybe fektettek. Köszönjük a figyelmet. Köszönöm szépen. Meg lehet tapsolni a csapatainkat, mert én azt hiszem, hogy egészen különleges felkészültségről tesznek tanúbizonyságot, bár a zsűring bizonyára szigorúan értékeli ezt, de én remélem, hogy értékelni fogja és értékelhetőnek látta ezeket. Mehetünk az asztalok sorrendjében, tehát az egyes asztalunk azt mondja, hogy 8, meg 5, 13, meg 9, 22 pontot szerzett. Köszönöm szépen. A kettes asztalunk, ugye a Salgó-Tarján csapata. Igen. 4, 5, 10, 11 pont. A hármas asztalunk Székelyudvarhely következik. Igen. 7, 12, 16, meg 3, 19 pont. Igen. Következik Cegléd csapatának pontszáma. 4-es asztalé, 6, meg 5, 11, meg 8, 19 pont. És végül pécsi játékostársaink következnek. Az 5-ös csapatunk. Igen. 4x4 az 16, meg 5, 21 pontot sikerült elérni. Már is felkerül a táblára. Hát közben még adósak vagyunk ugye egy feladattal, amit nem tudom, a zsűrinek sikerült-e már átadni, ez a számítás. Már is érkezik, én addig elmondom, hogy, és kérem, hogy emelje fel a kezét, akinek 22.500 jött ki. De jó, mindenütt megvan a tízes, kérem. A zsűrinek nem kell sokat törni a fejét. Valóban mindenki, a kérdés az volt, csak vendégeink is tudják, hogy az egységes szabályzat értelmében az európai parlamenti képviselők havi bruttó fizetése 9000 euró, a tényleges bruttó fizetésük az 8757,7, hát azért a csapatok nem ilyen törteket kaptak számolni, úgy kicsit könnyebben dolgoztunk. Az alapfizetést az Európai Bizottság bírói alapfizetésének 40%-ában kellett megállapítani, valójában ez 38,5, tehát nyilván ott a Unióban nehezebben számolják ki azt a bért, náluk nagyon pontosan 22.747 euró jut, de hát mi a kerekített számokat dolgoztunk, és örömmel láttam, hogy mindenkinek fenn voltak ezzel, ugye zsűri, tényleg ez volt a papírokon is, ugye? Akkor kérem szépen, nincs más hátra, mint hogy ezek a 10 pontok mind felkerüljenek. És ha eddig bonyolult volt a játék, akkor most aztán jön a legcifrább feladat, hiszen egy olyan gyakorlati ügy következik, ahol mindenki mindenkivel összeméri tudását, minden csapat képviselője, minden csapat képviselővel vitatkozik, húzunk egy-egy témát, erre 4 percig lehet majd felkészülni, sőt nem csak témát húzunk ilyen szépen, hanem szerepet. És arra kérem a csapatot, hogy akármennyire esetleg józan megfontolása ellenére való az, amely szerepet neki képviselnie kell, legyen szíves azt következetesen mégiscsak állni. Még amit szeretnék hozzáfűzni, az annyi, hogy természetesen a zsűri meghallgat valamennyi ilyen produkciót, egy nagyon szép összesítő táblázat áll az rendelkezésére. Úgy lehet majd 40 pontot szerezni elvileg csapatonként, hogy minden zsűri tagit 0-tól 2 pontig adhat, 1-2 pontot adhat a vitában résztvevőknek, nem csak azért, hogy hogyan érvel, hanem azért is, hogy milyen kulturáltan vitat. Elsőként kérem szépen a hármas és az ötös asztalunk képviselője következik. 4 perc felkészülési időtök van, utána pedig itt a
zsűri színe előtt kell majd 2 percben megvitatni a témát, minél színesebben. Ők most 4 percig gondolkodnak, és amikor 2 perchez elértek, akkor meglátogatom az 1-es és 2-es asztalunkat, mert ők vesznek részt majd az ezt követő vitában, azután pedig a 3-as, 4-es fog, tehát ebből is látszik, mert mindig mondom, hogy kikészül fel, mint a tornaversenyeken szokás, hogy arra is vigyáztunk, hogy senki egymás után 2-szer rögtön ne kapjon feladatot. 3 milliómosok, 3-as. 3-as, 5-ös csapat, Zsánka. Ugye ez a pénzt a lotton szereztük, és éppen ezért nagyon nagy a kísértés ahhoz, hogy befektessünk. Értékpapírokba, kötvényekbe, részvényekbe, vagy esetleg befektetési jegyekbe, viszont kell számolnunk azzal, hogy egy ingatlan értékmegőrző, és esetleg még egy válságot is át tud vészelni mindenféle fennakadás nélkül, és a jó állapotban van az az ingatlan, amit meg szeretnénk vásárolni ebből a pénzből. Befolyásolható a bérleti díj, szóval a későbbi esetleges inflációra is tudunk reflektálni abban az időben, amikor az megtörténik. Így a mi kontrollunkban van ez a befektetés. Ezzel egyetértek, hogy az ingatlan a reálpiacon értékálló, ugyanakkor egy esetleges válság során egy ingatlannak is ugyanúgy csökkenni tud az értéke. Ez mellett még kiemelni egyébként, hogy egy ingatlannak havi szinten, vagy akár kevesebb intervallumban is költségei vannak, ami konstans kiadás jelenthet számunkra. Én ugyebár sokkal inkább a befektetést javasolnám, mivel manapság az ember nagyon sok, a média nagyon sok lehetőséget biztosít arra, hogy széles spektrumon tájékozódjunk a különböző befektetésekkel kapcsolatban, valamint ha egy olyan ember szeretne befektetni, akinek nincs alapvető pénzügyi ismerete, ugyanúgy egy broker céghez is fordulhat akár, vagy egy pénzügyi tanácsadót felvett, aki tanácsokkal tudja őt ellátni. Valamint még azt is kiemelném egy érv mellett, befektetésnek, hogy ugyanúgy tudunk kockázatot diverzifikálni, mint ahogy azt már egyébként korábban is említettük a feladatok során. Szimpátia szerint is tudunk befektetni, tehát ha úgy érezzük, hogy mi az innovációra teszünk, és abba szeretnénk többet fektetni, ezt is megtehetjük, és nem csak egy pénzügyi eszközben van elhelyezve az összeg. Reflektálnék a brokerekre és a pénzügyi tanácsadókra. Ugye te azt mondtad, hogy az ingatlan konstans költségekkel is jár. Ugyebár ez igaz, viszont az ingatlan konstans jövedelemmel is jár havonta, amikből ezeket a költségeket tudnánk fedezni, és emellett még lenne szabad tőkénk esetleg befektetni, vagy ilyesmi. A brokerek és a pénzügyi tanácsadók, hogyha hosszabb távra gondolkodunk a befektetésekkel kapcsolatban, akkor szintén konstans kiadásokkal járnak, amik nem biztos, hogy megtérülnek. Nem annyira biztos, mint egy esetleges ingatlan esetén. Emellett a diverzifikáció az egy nagyon szépen csengő fogalom, viszont hogyha a brokereket használunk, akkor ugye a mi pénzünk bánja, akkor mi pénzünk bánja, viszont magánszemélyként pedig nincsen elég tapasztalatunk ehhez a piachoz. Köszönjük szépen. Negyedéves osztalék. Köszönöm szépen. Nem kapcsolod ki, mert jön már is a következő párosunk. Méghozzá a 1-es és 2-es asztal az 1-es témával. Szerintünk a hitelkártya nagyon kedvező, mivel a bankpénzét használhatjuk gyakorlatilag 0%-os kamattal, és ezért érdemes igénybe venni. Ebben valóban igazatok van, azonban úgy gondoljuk, hogy nagyon sok hitelkártya a kibocsátó olyan jól csengő ajánlatokkal kecsegtet, melyek szerint, hogyha időben visszatörlesztünk, akkor bónuszt írnak jóvá, azonban hogyha ez mégsem történik meg, mert nem tudatosak a vásárlók eléggé, akkor akár 40%-os pluszköltséget is kaphatnak. Ez igaz, hogy felmerülhetnek pluszköltségek, azonban általánosságban a hitelkártya használati díja és egyéb díja nem magas, illetve tényleg vannak olyan eszközök, melyekkel megkönnyíthetik a hitelkártya használók dolgát, például egyes esetekben készpénzzel való fizetés esetén pénzvisszatérítést is kaphatunk. Ez az oldal szintén ezzel is teljesen egyet tudok érteni, és ezt jónak is látom. Azonban egy másik problémára szeretnék rávilágítani, hogyha ismét oda térünk vissza, hogy nem tudatosak pénzügyileg a fogyasztók, akkor
az történhet, hogy mivel könnyű használni ezt a hitelkártyát, ezért arra ösztönöz igazából minket, hogy minél többször hitelre vásároljunk, ami akár hosszú távon egy adósság spirálba is bekeveríthet minket. Ebben igazad van, azonban a hitelkártya másrésztről a tudatos gazdasági életre is tud minket nevelni, hogy figyeljük, hogy az egyenlegünk ne menjen negatívba, így egyúttal tudatos vásárlókká is válhatunk. Akkor azt gondolom, megegyezhetünk abban, hogy a hitelkártya használata tudatos emberek számára mindenképpen előnyös lehet. Így van. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, nagyon kultúrált vita volt. És következik a négyes témával a hármas és négyes asztalunk, én pedig megyek közben a kettes négyeshez húzni. Húzzatok, és akkor légy kedves elmenni a négyes asztalhoz itt hátul, és osszátok meg a szerepeket. Adok két mikrofont. A négyes témáról Tessék! Négyes témánknak lényege az, hogy valójában miért is szükséges a társadalomban az adó. Az adó a társadalom mozgatórugója nagyjából a civilizációk létezése óta. Olyan társadalmat nem igazán láthatunk a történelem folyamán, melyben valamilyen szinten az adó valamilyen formában nem jelent volna meg. Megfigyelhetjük akár ezt az ókori Görögországban, ahol már társadalmakban nagyon komplex adózási rendszereket alakítottak ki, és lényegében ez a közteherviselés nélkülözhetetlen formája. Igen, az adót azt nekünk azért kell emelnünk, hogy ugye a modern társadalmat tudjuk fejleszteni. Minden esetre én elsősorban az orvosi eszközök modernizálását emelném ki, ugyanis az nálunk itt nagyon ki van hagyva, el van hanyagolva. És az nálunk itt nagyon szükséges lenne, hogy a modern társadalomban tudjuk a betegeket rendesen modern eszközökkel ápolni. Amint említetted, az adó a modernizálás és fejlődés szükséges eszköze. Ezzel úgy gondolom, hogy alátámasztottad azt az érvet, hogy szükséges az adó, és enélkül a társadalom nem tud úgy fejlődni és úgy mozogni előre, tehát ahogyan azt egy növekvő és előre haladó világi tendencia mutatja. Erről mit gondolsz? Igazából ugye arról beszélünk, hogy most nekünk itt növelnünk kellene az adót, vagy csökkenteni ahhoz, hogy a modern társadalmat tudjuk fejleszteni. És ugye bár nekünk az, hogy emeljük az adót, ahhoz több bevétel kell az államnak, ugye, és ez több bevételt jelent az államnak, vagyis több kiadást is tud ezt kiadni a közügyekre. Ilyen például még a zöld fejlesztés is, ugyanis az nagyon felkapott téma lett ez nálunk, mint például a vasútfejlesztés is, hogy mondjuk az autókat és a károsanyag kibocsátást tudjuk csökkenteni. Erre legnagyobb példának tudom mondani ugye a vasútfejlesztést. Igen, amint említetted, a tömegközlekedés is az ilyen közteherviselésnek egy jelentős része, és úgy gondolom, hogy az adószint emelés az egy olyan tényező, amely nélkül megvalósíthatatlan válik ez, és az adószint csökkentés pedig ahhoz azt eredményezni, hogy ezek a szolgáltatások elévüljenek, és nem megvalósíthatóak legyenek. Mit gondolsz erről? Pontosan így van, köszönöm szépen. Köszönöm szépen! Megyünk is tovább. A következő vitánk az egyes és az ötös asztalunk a kilences témáról. Igen, sistereg a toll. Egyes és ötös a kilences témáról. Szerintünk az e-banking szolgáltatás nagyon hasznos, mivel 0-24 órában lekérdezhetjük egyenletünket, illetve SMS értesítést kaphatunk a költéseinkről és a számlaforgalmunkról is. Nos, azt megcáfolnám, hogy nem 0-24-ben a saját adásom szerint kérhetjük le, hiszen van, hogy az e-bank is zárva tart, illetve véleményem szerint ez a rendszer nincs Magyarországon teljesen jól kiépítve, illetve ez ahhoz is vezethet, hogy az esetleges adataink sérülhetnek.
Szerintem azonban minden banknak van 0-24 órás ügyfélszolgálata. Emellett biztonságos, mivel SMS vagy mobil token alapú azonosítást is vállalhatunk. Illetve, ahogy mondtad, hogy nem elég kifejlett, sok szolgáltató olyan online felülettel is rendelkezik, amely azokat a nyugdíjasokat segíti, akik kevésbé jártasak a pénzügyekben vagy az informatikában. Nos, itt az idősebb korosztályra kitérve, véleményem szerint nem mindenkinek elérhető, hiszen akik vidéken laknak, esetleg internet elérhetőség vagy akár telefon nélkül is, azok nem vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, csak személyesen. Illetve az, hogy a személyes kontakt hiányzik ebből az e-bankból, így ha esetleg egy tapasztalatlanabb felhasználó kezeli, akkor sok kérdése lehet, amit bonyolultabb úton, e-mailben, vagy esetleg telefonon több várakozási idő mellett szerezhet csak meg. Szerintem azonban, aki vidéken él, annak könnyebben elérhető az e-banking szolgáltatás, mint hogy bemenjen egy bankfiókba, tehát ha segít neki valaki, illetve interneten is ügyfélszolgálat segítségével felteti a kérdéseit, és ezekre ugyanúgy választ tud kapni. Értem, viszont hát az érvemet azt tartom, hogy valakiknek ez nem elérhető, és egyszerű felülniük egy buszra esetleg, és bemenni egy bankfiókba, illetve talán még nem történt meg az a generációváltás ebben az országban, akik jobban preferálják az internetes felületet, és jobban szeretik személyesen tartani ezeket a dolgokat. Szerintem pedig ez akár egy családi program is lehetne, hogy az unoka a nagyszüleinek segít megmutatni mondjuk ezeket a pénzügyi lehetőséget, és így tudnák pénzügyi tudatosságra nevelni az idősebb generációt. Értem. Van még idő? Köszönjük szépen. Engem is megnyugtathatok. Megyek hozzátok tanulni, és ez nem vicc. Unokáim már többen Winchester tettek tönkre, úgyhogy biztos, hogy ők bátrabban kísérleteznek a számítógéppel, mint én. Hát akkor kérem szépen a következő vitánk, az ugyebár a kettes és a négyes asztalunk, ugye? Úgy vagyok, hogy az operatív leasing egy ilyen helyzetben sokkal kedvezőbb lenne, hiszen egy megrendelésről van szó, és nem számítunk arra, hogy a cégünk további hasonló megrendeléseket kap, ami egy ilyen mértékű beruházást igényelne. Egy elég nagy cég vagyunk így is, évi 300 milliárd forintos bevétellel, 200 főt alkalmazunk, hogyha eddig nem kaptunk ilyen mértékű megbízást, semmi nem garantálja, hogy a jövőben is hosszú távon szükségünk lenne erre a darura, erre a nagyértékű eszközre. Ez egy érdekes nézőpont, mi pont az ellenkezőjéképp gondolkoztunk, hiszen úgy érezzük, hogy ezek után mehetünk akár olyan irányba is, hogy ekkora mértékű darúra szükségünk lenne, hogy tudjuk növelni a kapacitásunkat, és mivel, amit említetted, 300 milliárd forint az éves bevételünk, a csőd nem fenyeget minket, sőt, ezért úgy gondoljuk, hogy ha hitelből megvásárolnánk a darút, akkor ez szerintünk jobb megoldás lenne. Valóban ez ötletnek jó, azonban ez egy egész cégprofil változtatást igényelne a részünkről. Eddig sem vállaltunk olyan beruházásokat, olyan munkákat, amikhez egy ekkora értékű eszközre lett volna szükségünk. Az a 200 alkalmazott, aki jelenleg nálunk dolgozik, nem is biztos, hogy hosszú távon képes lenne ezt vállalni. Lehet, hogy több alkalmazottra lenne szükség, hogyha egy ilyen mértékű változtatás jönne most a cég életében. A másik szempontunk nekünk az volt, hogy mivel egy középvállalkozás vagyunk, ezért állami támogatást kaphatunk a hitelre, de amiket most elmondtál, igazából én is úgy gondolom, hogy kezdesz meggyőzni az operatív leasing mellett, úgyhogy köszönöm szépen. Így van, hogyha említhetek még egy érvet az operatív leasing mellett, 9 hónapra szól a megbízásunk. Hogyha végig szeretnénk fizetni a hitelt, és nem adjuk vissza maradványértéken az eszközt, ha csak arra gondolunk, hogy egy átlagos gépjárműhitel 72 hónapra szól, akkor most a 9 hónap letelte után 63 hónapig úgy fizetnénk a darut, hogy nem fedezi semmilyen bevétel a költségeket. Ezért is, hogyha sikerült meggyőznöm, akkor nagyon örülök, és talán egy jó döntést tud hozni a cégünk. Köszönöm szépen, akkor ebből operatív leasing lesz. Köszönöm szépen! Jó, meg lehet tapsolni a résztvevőket, mert szellemes változatok jönnek. Ugye a kettes, négyes után a hármas témáról következik az egyes és hármas csapat. Szerintünk azért lenne érdemes
az angoloknak kilépni az Európai Unióból, mivel ők voltak az egyik legnagyobb befizetők, főleg gazdaságuk fejlettsége révén, ezért nem nézik jó szemmel azt, hogy az adójukat a lemaradó országok felzárkóztatására költsék. Először is kezdeném azzal, hogy nem az angolok szeretnének kilépni, hanem a britek. Nagy-Britannia szeretne kilépni, ez is a mozgalomnak neve, hogy Brexit. És bár a britek tényleg nagy százalékot fizetnek be a Európai Unióba, hogy a többi országot sikerüljön felzárkóztatni, ezt mégsem érezzük annyira erős indoknak a Brexit megvalósulásához, ahogy a britek sem érzik annak, hiszen a többszöri népszavazás is volt tartva az ügyben, és egyik sem volt egyöntetű. Nagyon kis százalékokkal sikerült a Brexit mellett szavazniuk az állampolgároknak, és igen, abban igazuk volt, hogy az angolok ki szeretnének lépni, mivel az angol régiókban tényleg nagyobb volt a Brexit támogatók száma, főleg ugye Londonról is beszélek, viszont a Nagy-Britannia többi régiójában, például Skóciában ez a szám, ez sokkal inkább a bennmaradás, az EU-ban maradás felé hajlott. Azonban szerintem mégis a népszavazást azok nyerték, akik amellett kampányolnak, hogy kilépjenek az Unióból, tehát akár kis százalékkal, akár többel, de az igaz, hogy kis százalék volt, azonban úgy érzik szerintem Nagy-Britanniában, hogy nem működnek megfelelően az Európai Uniós intézmények, illetve hogy néha az Európai Uniós döntések sem racionálisak. Ezen felül a soft Brexit esetén kereskedelmi kapcsolatokat építenének ki az Unióval, így kapcsolatban tudnának maradni az európai piaccal is, ezért kevésbé sérülnének a vállalatok. Először is a brit állampolgárokat egy bevallottan félrevezette a brit kormány egy nagyon egy olyan marketing kampány kapcsán, ahol hamis információkkal győzték meg arról a briteket, hogy túl sokat fizetnek be az Európai Unióba, és ez nem éri meg nekik. Másfelől pedig a Nagy-Britanniának a gazdaságát sajnos, ezt így mondhatjuk, az Európa keleti feléből beáramló olcsó munkaerő is segíti elő, ezzel elvágnák magukat, és az, hogy az Európai Unióval megmaradjon a jó kapcsolat, arra jelen állás szerint elég kicsi az esély, mivel láthatóan már húzódik a Brexit évek óta, közben külügyminisztert is váltott az ország, szóval nem látható, hogy egy soft Brexit, hogy ezt nevezik, megtörténjen, hogy jó gazdasági viszonyban tudjon maradni az Európai Unió Nagy-Britanniával. Valószínűleg a hard Brexit, vagy a megállapodás nélküli Brexit fog bekövetkezni, ha bekövetkezik, ami nem lesz jó az ország jövőjét tekintve. De szerintem meg pont ezért folytatnak számos tárgyalást, mivel a soft Brexit esetén kevésbé sérülne a munkaerő áramlás is, tehát szigorítanának ezeken a szabályokon, azonban ugyanúgy munkaerő tudna áramlani, illetve a másik, hogy ugye a kormány, azaz Európai Unióban maradás mellett kampányolt, nem a kilépés mellett. Tehát, hogy ők nem vezethették úgy félre az embereket. Köszönöm szépen! 12-én megint okosabb leszünk egy darabban, ugye? Én az állami egészségügy mellett. Én pedig az egészségpénztár mellett. Szóval úgy gondoljuk, hogy jelenleg az állami egészségügy nagyon sok területet lefed, mindent, amire egy átlagos embernek szüksége van. Gondolsz például arra, hogy ha besétálsz egy STK-ba vagy egy kórházba, minden megfelelő ellátást megkapsz, amit a társadalom biztosításod fedez. Őszintén szóval azzal ebben egyetértek veled, hogy az állami egészségügy nagyon sok területét lefedi az egészségügynek, mint olyan. Azonban az ellátás minőségét meglehetősen fenntartásokkal kell kezelnünk szerintem, és ugye Magyarország társadalma elregedő, ezért óhatatlanul is nagyobb egészségügyi költségekkel fog szembenézni a népesség, illetve a lakosság, ezért szerintem kifejezetten, illetve az asztalunk szerint kifejezetten fontos, hogy az emberek legyen olyan megtakarítása, ami az egészségügyi kiadásait fedezni fogja a öregebb korára. Több mindennel is egyetértek abból, amit mondtál. Most kiemelném a minőségét az állami egészségügy ellátásának. Valóban nagyon sokan érvelnek az mellett, hogy fejleszteni kéne a magyar egészségügyet. Éppen ezért
bízunk abban, hogy ez a közeljövőben megvalósul, és az állami egészségügy, bár így is minden területet lefed, minőségileg is sokat változik majd. Továbbá, hogyha valaki magánorvoshoz szeretne elmenni, az most is megteheti, akár rendelkezik egészségpénztárral, akár nem. Természetesen megteheti ezt, azonban az egészségpénztár egy olyan megtakarítás, amit tulajdonképpen az ember saját legfontosabb kincsét, az egészségét biztosítja. Éppen ezért, ha magánrendelésre megy, akkor azt ugye nem fizeti az állam. Éppen ezért ez a saját egészségpénztára olyan kedvezményt nyújt neki ilyen szempontból, ami elengedhetetlen. Így van, érdekes, hogy milyen szemszögből fogtátok meg az egészségpénztárat, lehet ez akár egy megtakarítási forma. Mi úgy gondoltuk, hogyha nem használunk egészségpénztárat, hanem az állami egészségügyre támaszkodunk, akkor egy havi plusz költséget is elkerülhetünk. Később ezt félre is tehetjük, akár magánorvosi ellátásra is, akár bárhogy máshogy felhasználhatjuk. Nem biztos, hogy például az időseknek, akik egyébként jelentősen többet járnak kórházba, mint mi, van pénzük a nyugdíjukból a saját egészségpénztárukat finanszírozni. Itt teljes mértékben egyetértek veled, azonban mi hosszabb távra terveznénk, és hosszabb távon, főleg, hogy egy olyan generáció nő fel, és óhatatlanul öregedik is el, amelyik már pénzügyi tudatosságban egyre jártasabb lesz, ezt a megtakarítási formát úgymond kifejezetten jónak véljük számukra, hiszen az egészségügyi problémák előbb-utóbb utolérnek mindenkit. Ez is egy nagyon jó gondolat, amit mondtál. Szeretném még azt kiemelni, hogy az állami egészségügy egy biztos rendszer. A társadalom biztosításod mindig megvan, a kórház, az STK, az mindig ott van, az orvosok mindig ki vannak fizetve. Azonban az egészségpénztár jelenthet némi kockázatot. Láttunk már erre példát, például a nyugdíj pénztárakkal kapcsolatban. Talán én félteném a pénzem, hogyha beletenném. Ebben igazad van, viszont szerintem olyan kórházakról beszélünk, ahol a halandósági ráta meglehetősen magas egy fejlett országhoz képest, úgyhogy én nem igazán bízom az állami egészségügy jelenlegi helyzetében. Nagyon jó, amit mondtál, azonban úgy gondolom, hogy az orvosok jelenleg, akik a kórházakban dolgoznak, jelenleg is elég jó fizetést kapnak, ami elég komoly motivációt jelent nekik ahhoz, hogy minket magánszemélyeket ellássanak, amikor besétálunk, és megfelelő minőségi ellátást kapjunk. Nem hinném, hogy az miatt halnánk meg egy műtét közben, mert nem volt egészség. Mindenesetre elég a fizetésük, hogy az orvosok nagy része külföldre emigrál és ott vállal munkát. Igen, ez is egy nagyon jó gondolat. Jelenleg erre van megoldás, hiszen hogyha valaki állami támogatással tanul orvosnak, akkor legalább 6 évig itthon kell dolgoznia. Én remélem azt, hogy ez egyik sok minőségi orvost és munkaerőt itt fog majd tartani az országunkban. Bízunk a jövőben. Hát remélem. Köszönöm szépen. Tehát ugye a 4-es és 5-ös csapatunk szerepelt, következik a 2-es és a 3-as, méghozzá a 2-es témával. 2-es, 3-as a 2-es témával, és én pedig adok a mikrofont. Szeretnék köszönni. Köszönjük ötöm. Rendben. Én egy befektetés ellen fogok érvelni. Viszont én a befektetés mellett. A részvénycélú közösségi befektetések mellett szóló érvek közt elsőként, tehát kiemelnünk, hogy csak 50 ezer forintunk van, és maximálisan ekkora összeget fektethetünk be. Hát először is a közösségi célú befektetések lényegét emelném ki, melyeknek az a lényege, hogy tömegek szállnak be, és nem számít, hogy milyen kis összeggel, mivel ezek a kis összegek nagy létszám esetén jelentős összegeké duzzadhatnak, és ezekkel kezdődően egy befektetés igen szép útra léphet. Mi a véleményed erről? Valóban előfordulhat, hogy szép célra lépéssel is érik a céljukat, azonban már nagyon sokszor előfordult az, hogy a befektetők csak adták a pénzt, és hát igazából nem történt semmi, csak tolták tovább a határidőket, és a befektetők pénzét pedig nem látták soha többet. Erre úgy gondolom nagyon jó példa a Kickstarter működése, ahol ugye bárki felrakhat bármilyen ötletét, és ehhez befektetőket gyűjtett, mivel általában ugye tőke hiány ezeknek a befektetéseknek, ötleteknek az indítóka, és ezekből az oldalakból olyan vállalatok és olyan kezdeményezések nőhetnek ki, melyek lényegében összedobált apró pénzekből, amint itt az esetben is van, indultak ki, és óriási vállalatokká és kezdeményezésekként nőtték ki magukat. Mit gondolsz erről?
Ez valóban kedvező, de azt gondoljuk, hogy nem a befektetők számára, mert ahogy te is kiemelted, te szóval ide élve összedobált apró pénzeket. Ez nekünk 50 000 forintot jelent itt a mi esetünkben, és ebből valószínűleg nem fogunk meggazdagodni, ezért úgy gondoljuk, hogy érdemes lenne esetleg inkább ezt a pénzt állampapírba fektetni, aztán egy pár év múlva, hogyha lesz már egy nagyobb alaptőkénk, akkor esetleg megpróbálni még egyszer ezt a közösségi finanszírozást. Ezzel azért nem értek egyet, mivel elsősorban ez a közösségi finanszírozás, hát az 50 000 forint, mondhatjuk azt, hogy nem egy túl nagy összeg a mindennapi életben, és ennek a közösségi finanszírozásnak lényegében egy semmilyen szinten álló befektetésről beszélhetünk. Ennek viszonylag nagy a kockázata, viszont nem egy túl nagy veszteségről beszélhetünk, ha bebukik. Viszont ott van a lehetőség, hogy ebből egy óriási vállalat nője ki magát, és úgy gondolom, hogy ez egy részvénycélú befektetés esetén igen kecsegtető haszont jelent. Mit gondolsz erről? Én még továbbra is tartom az álláspontomat, és szerintem ez az összeg ahhoz túl sok, hogy egy ekkora kockázatot bevállaljunk, ahhoz pedig túl kevés, hogy egy esetleges nagyobb részesedést kapjunk. Említetted az alternatív befektetéseket. Esetleg 50 000 forinttal milyen kezdő befektetéseket ajánlanál? Mi az állampapír mellett vagyunk, hiszen akár egy 10 év múlva ebből kaphatunk egy tényleg olyan alaptőkét, amivel már valóban érdemesebb lenne esetleg befektetni, de mi azt javasoljuk, hogy várjunk inkább eddig még egy kicsit. Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönöm szépen. Tapsvihar. Még két vitánk van hátra, az 1-es, 4-es csapat a 10-es témáról. 1-es a bajuszos, ezt most már a zsűrinek könnyen mondom. Szerepet legyetek kedvesek azért mondani a zsűrinek. Én a hazai tőkepiaci befektetések mellett fogok érvelni. Én pedig a külföldi mellett. Úgy vélem, hogy jelenleg Magyarországon nagyon jó lehetőségek kínálkoznak a tőkepiaci befektetésre. Gondolunk például az állampapírokra, amit hogyha hazai piacról vásárolunk hazai állampapírokat, elkerüljük például az adózást, nem kell adót fizetnünk utána. Mi pedig úgy gondoljuk, hogy a külföldi tőkepiaci befektetések előnyösebbek, mivel nem függnek a forint árfolyam stabilitásától. Kicsivel stabilabb devizákba, például euróba vagy dollárba fektetetjük pénzünket. Nagyon jól gondolkoztatok, azonban az, hogy más devizába fektetjük a pénzünket, árfolyam kockázatot is hordoz magával. Itt tulajdonképp spekulásként működnénk a piacon, ami bár nagy hozamot is hozhat, de igen nagy kockázattal is jár. Azonban a külföldi cégek nagyobb tőkével rendelkeznek általánosságban, és nagyobb palettáról válogathatunk, mint a hazai tőkepiaci cégek, illetve nagyobb potenciál is rejtőzik ezekben a cégekben, például a technológiai iparban, vagy a mesterséges intelligenciában is ezek a külföldi cégek járnak az élen, és ha őket választjuk, akkor kedvező befektetéseket tudunk így elérni. Hosszú távon valóban ezek a dolgok nagy hozammal kecsegtetnek, amiket mondtál. Azonban, hogyha hosszú távon gondolkozunk, a tőkepiac mindenképpen igen komoly hozamot hozhat számunkra. Hogyha nem csak az árfolyam nyereségre gondolunk, akár az osztalék is. És én szívesebben tartanám a pénzem akkor Magyarországon, hiszen sokkal jobb ajánlat hosszú távon nincs külföldön. Azonban, hogyha Magyarországon fektetek be, akár egy hazai részvénybe, akár államkötvénybe, akkor a saját hazámat támogatom, aminek tulajdonképp közvetve érzem a hasznát is, érzem, hogy az állam rám fordítja azt a pénzt, amit én itthon fektettem be. Igen, de mi meg úgy gondoljuk, hogy ha egy magyar cégbe fektetsz, akkor igaz, hogy a te hazádban tudod gyarapítani a gazdaságot, azonban a külföldi cégek nagyobb piacon is tudnak kereskedni a termékeikkel, így nagyobb hozamot tudnak elérni. Hozam továbbra is valóban lehet egy icipicit nagyobb, bár hosszú távon azt hiszem, hogy ez kiegyenlítődik. Mi számoltunk még azzal, hogy ha külföldön fektetjük be a pénzünket, és nem itthon vezetjük az értékpapírszámlánkat, akkor sokkal nagyobb tranzakciós költségekkel számolhatunk, hiszen más országok jegybanki alapkamatát is figyelembe kell venni, ami a tranzakciós költséget egy ilyen tőzsdei ügylet esetén meghatározza. Én úgy vélem, hogy ez is veszélyt jelenthet. Zárszó, hajtasz még egy mondatot? Szerintem a külföldön és hazánkban is kedvezőek lehetnek a tőkepiaci befektetések. Köszönöm szépen! Megoldottuk a tőkepiac gondját.
Az utolsó vita következik a nagy menetelésből. Aki figyelt, kedves vendégeink, ugye lehetett látni, hogy a pénzügyi területek közül mekkorát jártunk itt véghirtelen. Egészségügy, befektetés, Brexit, hát azt hiszem, egy színes paletta. Kérem, hogy az utolsó vitánkhoz a kettes és az ötös csapat résztvevője az ötös számú témával. Én elmondom a témát, tehetek szívesek a szerepet elmondani a zsűrinek. Kérdés. Tehát az úriember az utasbiztosítás megkötése mellett, én pedig ellenáll fogok érvelni. Szóval véleményem szerint egy utasbiztosítás, meg az utasbiztosítások alapjáraton önmagukban meglehetősen feleslegesek, hiszen általában nem kerülnek kihasználásra. Ehelyett én azt javasolnám, hogy kössünk egy komplex biztosítást, amely tartalmaz egy utasbiztosítást is magában. Azt gondolom, ez a kijelentés, hogy feleslegesek, ez egy kicsit erős volt, és az, hogy nem mindig kerülnek kihasználásra, ez valóban igaz, és azt gondolom, az a szerencsés eset, amikor valóban nem kell kihasználni őket, de hogyha belegondolunk, például elmegyünk síelni valahova, esetleg Ausztriába, és elesünk, aztán egy komolyabb törés van mondjuk a lábunkba, és elvisznek kórházba minket, akkor olyan költségek fognak ott terhelni minket, amit ugye saját zsebből kell kifizetnünk, hiszen nincs semmilyen biztosításunk, hogy valószínűleg nagyon sokára fogunk csak hazaérni. Ebben teljesen igazad van, bár szerintem nem a hazaérés időtartama, hanem a kezelés ára az, ami inkább minket aggasztana, de nem biztos, hogy ez egy meg... Tehát az utasbiztosítás alapjáraton nem a tevékenységtől függ, amit végzünk az adott országban, hanem inkább az adott ország egészségügyi költségeiért. Tehát tegyük fel, hogy elmegyünk Svájcba, de azonban mi nem síelünk, hanem egy holland festő festménykiállítást tekintünk meg. Ez esetben a kockázat meglehetősen minimális, viszont az utasbiztosítására ugyanúgy magas marad, hiszen a svájci egészségügy közismerten nem olcsó. Az utasbiztosítás nyilván nem csak sportokra terjed ki, ahogy ezt az előbb is említettem, hanem például, hogyha a csomagunkat elveszítjük a kiállításra menet, vagy esetleg a kiállítás egy forgalmas úton is valamilyen közlekedési baleset ér minket, ez az utasbiztosítás akkor is fedez minket, és amellett, hogy mennyire elhanyagolható a költsége, nagyon könnyen meg lehet kötni akár telefonról is, illetve vannak olyan bankkártyák, amik mellé igényelhetjük szintén alacsony áron. Ebben teljesen igazad van, azonban én maradnék amellett a kijelentésem mellett, hogy egy komplex biztosítás sokkal több bónusz nyújt nekünk, lévén nem csupán utasbiztosítás, hanem bármilyen másik esetőségre is biztosít minket, ami ez egy adott országban érhet. Azt gondolom, hogy az utasbiztosítások elég komplexek, és én már személy szerint nem választanék mellé semmilyen komplex biztosítást, csak ez, de úgy gondolom, hogy ez egy egyéni nézőpont. Nem tudom, hogy te mennyire vagy mellette, vagy ellene? Ez egy személyes tapasztalat miatt vagyok elsősorban ellene, ugyanis amikor én Barcelonába utaztam 3 éve, a biztosító társaság meglehetősen fenntartásokkal viselkedett azzal szemben, hogy egy elhagyott csomagot kifizessen, vagy nem. Ugyanis az történt velem, hogy egy repülőtéren elhagytam egy szemüvegtokot, benne egy szemüveggel, és a biztosítótársaság úgy érvelt, hogy ez az utasbiztosítás nem takarja egy ilyen elveszett tárgy, nem fedi egy ilyen elveszett tárgy költségét, ezt mind a mai napig nem értem, úgyhogy valószínűleg én ezért vagyok ennyire szimplán utasbiztosítás ellenes. Köszönöm szépen! Nagy menetelés volt! Térjünk vissza egy picit a miért és ennek a feladatnak az értékelésében, azért abból is tanulunk. Én úgy emlékszem, amikor a vizsgán valamilyen tárgyból kaptam egy érdemi egyet, egy csomó mindent tanultam abból, hogy ha elmondták, hogy miért kaptam azt. Tehát akkor kezdjük talán miérttel, nem tudom, hogy Bot Péter Ákos, mint a feladat gazdája, hajlandó-e beszélni róla, tessék. Szépen, elején elfelejtettük elmondani, hogy itt a tudást már nem nagyon mérjük, mert aki itt van, az már bebizonyította, hogy sok mindent tud. Persze ez úgy kell elképzelni, mint egy gömb, minél nagyobb a felülete, annál nagyobb felületen érintkezik a nem tudással. Tehát nem azt jelenti, hogy mindent tudnak, hanem nem érdekel minket, hogy mit tudnak. De azért persze az érdekel, hogy a kezükbe kerül egy bizonyíték, egy cikk, egy kutatási jelentés. És valaki azt mondta, hogy a ötös számú feladat. Ez nem feladat volt, ez egy idézet valahonnan.
És önök ugye a környezetükben már véleményformálók. Azt írja az újság, hogy a Standard & Poor's Magyarországot BBB-re minősítette. Akkor kellene tudni, hogy mi az a Standard & Poor's, kellene tudni, mi az, hogy országkockázat, és ma jó vagy nem jó, és hogyha jó, akkor az kire hogyan hat. Na most, vagy a valutalap itt járt, és tárgyalt a pénzügyminisztérium három államtitkárával, és a Nemzeti Bank három vezetővel. Mi az, hogy valutalap, tagok vagyunk-e, mi az, hogy tárgyalt, veszünk-e felhitelt? Nem veszünk. Tehát igazából azt várta az ember, hogyha egy ilyen idézetet a maguk kezébe kapnak, akkor mit kezdenek vele? És nagyon sokszor úgy éreztem én legalábbis, és aztán szórtak látom a pontok, hogy a zsűri azt mondta, hogy jó a muzsikája, megadom rá. Én azért megnéztem, hogy mit mond néha. Úgyhogy én nem voltam egészen elragadtatva, mert mondom még egyszer, hogy ezek idézetek szakújságból, de nem valami nagyon elvont helyről, hanem a napilapokból, tehát az volt a kérdés, hogy mit kezdenek vele. Na, közben nézik a számokat, nem figyelnek rám, de nem baj, mert igazából nekünk is meg kell osztani a figyelmünket, nem könnyű feladat. Én már folyik a hátamon a víz, mert ugye arra is figyelünk, hogy mit mondanak, és hogy mondják, és az, hogy hogy osztályozzuk a többivel együtt. Na, ennyit erről a tárgyról, de azt gondolom, hogy jövőre is lesz ilyen, akkor is megpróbálkozunk azzal, hogy reflektáljanak hírekre, mert hírfogyasztók lesznek. Már most is azok, csak nem mindig tudatosak. Legyenek tudatos hírfogyasztók és házi elemzők. Köszönöm szépen, és akkor a vitákhoz ki óhajt szólni. Volt itt több téma, adó is, bank is. Akkor én most nem szakmai szempontból, a vitákat abból a szempontból is értékeltem, hogy mennyire tudtok odafigyelni a beszélgető partneretekre. Ugye biztos láttatok már olyan kerekasztal beszélgetést, ahol ül ott öt ember, és elmondja mindenki a véleményét, és tulajdonképpen csak beszélője van, szoktam mondani, de hallgatója nincsen. Tehát valakinek a szakmai tudása mellett mondjuk azt, hogy az érzékenységét mutatja azt, és talán ez valamiféle intelligenciát is mutat, hogy mennyire tud a beszélgető partnerére figyelni. És amihez már rutin kell, hogy felolvassátok azt, ami a papírokon van, vagy pedig inkább belementek abba a típusú kérdésfeltevésbe és válaszba, ami felé mondjuk a beszélgető partneretek el tud vinni benneteket. Úgyhogy itt voltak, akik egészen ügyesen tudtak reflektálni a másiknak a felvetéseire, viszont azt is megfigyeltem, hogy előbb-utóbb azért többször előfordult az, hogy megpróbáltuk egy ilyen pingpongütőszerűen visszadobni egy kérdést a másik felé, ez egy nagyon nagy rutinra vallott, és így megpróbáltatok kibillenteni a másikat abból a gondolatmenetből, amiben benne volt. Úgyhogy ez egy érdekes dolog volt, hogy mennyire tudtatok figyelni a másikra, és azt gondolom, hogy ez egy vita szempontjából nagyon-nagyon fontos és értékelendő szempont. Köszönöm, még ki kíván szólni? Ha tovább nem, akkor tovább lépünk, és elmondhatom a közkedvelt szót, a pénz beszél. Nagyon könnyen tudunk ezzel dolgozni, hiszen nagyon kedves régi szakértőnk, a játék egyik örömmel fogadott szakértő, dr. Tóth Csaba, a numizmatikai szakértők, aki a múzeumban kezdve annyit megállt, hogy én egy óriásit nyertem tavaly, mert az egyik csapattal itt lehettem nyereményként, amikor Csaba a birodalmát megmutatta, és kézbe foghattunk mindenféle különleges pénzt. Most ebből egy kicsi ízelítő lesz, mert minden csapat kézbe vesz egy pénzkollekciót, méghozzá eredetiket, igen régieket, kérem szépen, és a feladat pedig az lesz, hogy a 11.-16. századi magyar gazdaság és pénztörténethez kapcsolódunk. A megadott források és saját ismeret segítségével ki kell egészíteni a feladatlapon levő szöveget, hiányzó kifejezésekkel, és a szavakat be kell írni egy keresztrejtvény azonos számmal jelölt vízszintes sorába, amely szám a szövegrész előtt látható. Vigyázat, lehet olyan szám, amely kétszer van, az több be is bele fog kerülni. Ha minden vízszintes sort megfejtettetek, akkor a függőleges hetedik oszlapban lesz egy megfejtendő kifejezés, amelyik a magyar királyi pénzügyi adópolitika, inflációs adó fontos része volt valamikor. Na most kérem szépen, a pontozás nem lesz ilyen bonyolult, mert minden egyes jó megfejtésünk egy pontot ér a vízszintesekből, és ha megvan ez a bizonyos függőleges összefüggő is, akkor erre már további pontokat, tehát összesen 15 pontot lehet szerezni, ha gondolkodási időnk 10 perc lesz. A feladatok beadása után, amikor ez készen lesz,
akkor szakértőnk megnézi az eredményeket és segíti a zsűri munkáját, hiszen itt is nagyon fontos, hogy ismereteket szerezzünk, ahogy a játék sorozat egész folyamán. Hát sajnos olyat tudunk majd esetleg csinálni, hogy amikor már itt a játék megy, akkor ugyan kivetítősen tudunk bizonyos pénzeket mutatni, de messze nem olyan csodálatosak, mint ezek, amik itt a fiatalok kezében van. Nem zseppénznek szántuk, tehát ezt azért hozzáteszem, de segíti a feladat megoldásunkat. Kérem szépen, van egy feladatlapunk, ez mindenkinél ott van, el lehet kezdeni a munkát, és 10 perc gondolkodás idő lesz, utána pedig tartsatok ki, szünet lesz, eszünk, iszunk, bulatunk, és a második félidőre fel lehet majd készülni, de már is érdemes ezen a feladatot is dolgozni, hiszen, mint mondtam, nagyszerű 15 pontot lehet vele szerezni. Ezthez kapcsolódóan 5 pénzt osztottunk ki, amiket meg lehetett határozni, meg lehetett érinteni. Ugye az első a Lánchal Régis néven ismert ezüst denár, ez az első magyar pénz, amit Szent István veretett 1000 körül. Az egyik oldalán egy királyi láncsa, ebben az időben ez volt a hatalmi szimbólum, ami fontosabb volt eredetileg, mint a korona, a későbbi Szent Korona. A hátlapon pedig egy templom ábrázolás Regia Civitas köriratban, ami azt jelenti, hogy királyi város, ami valószínűleg nem egy konkrét helységre utal, hanem arra, hogy ez a magyar királyságnak a pénze, az első pénze. Ez nagyon ritka, ez a pénz, összesen 50 darab se ismert belőle a világon, az öme itt van a Magyar Nemzeti Múzeumban. A következő pénz II. András denárja, ugye a denár egy ezüstpénz. Második András a közgondolkodásban nagyon negatív szerepbe tüntették föl, ugye többek között a bankbán miatt, miközben pénzügyi szempontból egy igazi reformer volt. Tudni lehet, hogy a 13. század elején egy nagyon komoly pénzreformot hajtott végre, és ennek emlékei ezek a pénzek, amik sokkal jobb minőségek, mint az őt megelőző 100-150 évbe vert pénzek. Komoly figurális ábrázolások, ezen éppen egy templom ábrázolás látható, a másik oldalon pedig a király neve olvasható Andreas Rex formában. A 14.-15. században a Kárpát-medencében voltak a legkomolyabb, legtermelékenyebb aranybányák. Volt egy időszak, amikor Magyarország termelte a Európa aranytermelésének legalább a 3/4-ét, azok mind az erdélyi, meg a minőségét is. Ugye ez a jó magyar aranyforint, vagy hogy később hívták, a jó körmöci dukát egész Európába, sőt még a tengeren túlra is eljutott. Ez az első úgynevezett magyar típusú aranyforint, aminek az egyik oldalán a Magyar Andzsú címerpajzs látható, a hátlapon pedig Szent László király ábrázolása. Luxemburgi Zsigmond aranyforintja, ugye ezek a jó minőségű, nagyjából 3,5 grammos, közel 24 karátos aranyból készült pénzek. Egész Európa szerte nagyon ismertek voltak. Az Anjou korba kialakult éremkép alapján verte Zsigmond is ezeket a pénzeket. Egyik oldalon címerpajzs, a jobb oldalon, ahol a magyar vágások, ugye az Árpádházra utaló magyar vágások, illetve a Brandenburg is azt látható, a hátlapon pedig Szent László alakja továbbra is. És végül, de nem utolsó sorban, egy igazi klasszikus körmöcbányai dukát, első Ferdinánd idejéből. Az egyik oldalán a Madonna ábrázolás látható, a másikon továbbá is Szent László, és ugye az ikonikus verdejegy, körmöcbányának a verdejegye a Szent László két oldalán látható, a K és B. Érdekességgel indítottam a nap elején, hogy az első adományozott érem mennyiség az 2019 darab volt. Hol tart most a múzeum gyűjteménye nagyjából? Hát igen, amikor 1802-ben megalapította Széchenyi Ferenc a múzeumot, azt úgy történt ez az alapítás, hogy nekiadta a nemzetnek a könyvtárát. És ebben az időben a könyvtárnak mindig részét képezte egy éremgyűjtemény, hiszen az ugyanolyan forrás jellegű, mint ahogy a könyvekben található források vannak. És kicsit ki kell javítanak, mert körülbelül 2,5 ezer darabot adott, de ez alatt a
több mint 200 év alatt jelentősen megnövekedett a gyűjtemény, most nagyjából olyan 400 ezer önálló műtárgy található a Nemzeti Múzeum éremtárában. És akkor annyit, hogy lesz lehetőség is, hogy az aktív csapatok néhányszor halljanak téged itt a múzeumban? Igen, még mindig előfordulhat természetesen. Köszönöm szépen, Csaba, és köszönjük a közreműködésedet. És akkor sikerült-e kiértékelni ezt a feladatot is a zsűrinek? Sikerült-e összegezni tisztelt zsűri? Ha igen, akkor mindjárt oda is viszem. A ravaszék a 15-ből 11 pontot szereztek meg. Igen. A kettes asztalunk. Igen. A kettes asztal igencsak 11-et. A hármas asztal 9-et, a négyes asztal 8-at, 15 pont az ötös asztalé, kérem szépen. Hát végén csattan az ostor, 99 ponttal az ötös asztalunk, pécsi csapatunk vezet, második helyen a Gémilliomosok Székelyudvarhelyről, harmadik helyen az egyes asztalunk Békés Csaba, de nagyon közel hozzájuk ott van a ceglédi és a salgótarjáni csapat is. 115 pontot lehetett volna maximum szerezni, nagyon szép eredmény ennyit sikerült belőle elérni, és mint mondtam, a második félidőben is hasonló mennyiségű dolog lesz. Most pedig egy 20 perces szünetünk következik.